Szerelmét. Ma még mindenki nagyon szereti egymást, de már holnap nem szeretik egymást. Laci, egyszerűen fantasztikus, Ignác, hogy ez a Valentin nap tényleg arról szól, hogy ma az RTL-ben, úgyhogy kijött mindenki boldog Valentin napot. De jó nektek, mondom. Én majd, ha minden igaz, akkor jövő héten bepótoljuk a fotózás, annó fotózás. Ha szeretnétek fotót készíteni, nem kell más tenni, meg kell keresni Tündit. Tündi megcsinálja a fotót, és szépen kerekbe odaadja nektek. Már látom, az asztaloknál ott van. Hölgyek, urak, fiúk, lányok, addig senki nem megy haza, még nem töltjük meg a teret lélekkel és szívvel, ahogy szoktuk. Úgyhogy kérhetek? Akkor kérek, jó? Csóré Béla? Akkor jöjjön. Melyik jöjjön a Bélától? Más utat. Szeretem a bőrömet. Nekem már nem tudni, mit tudom. Hasmar volt, de. Hasmar volt, hívna Csorika, mondjuk. Ott áll a lány. Menjen. Na gyere, meg menjen, nem gyere. Mindenkinek meg van, mire van. Jó lesz. Napi időn kérésén, akkor legyen egy kis Csóré Béla. Nagyon sok szeretettel. Pillanat. Hölgyeim és uraim, én képzavarban vagyok. Hát itt az első nagy szerelmem. Gyerekek, és ránéztem, póthaja van neki. Istenem, gyerekek, ha lehet nőt szeretni, de most ezt tiszta szívemből mondom. Irigy vagyok. Hölgyeim és uraim, elmondom a történetet. Gyere, állj fel, te őrült, gyere. Krisztiánt is látta, várjatok. Hadd mondjam el utána Ignác, hogy gyere, te őrült, gyere. Hölgyeim és uraim, hadd mondjam el nektek, hogy a Gáspár családnak is, mint ahogy Schubert Rékának, meg Norzinak is van házi. Igen, nekünk is van házi. De szeretem, gyerekek, amikor beletúrok a hajába, amikor megölelem őt, amikor úgy, imádom őt. Hölgyeim és uraim, hadd mutassuk be nektek Bea, Evelyn és Győzike kozmetikusát, akinél én annyit szoktam mondani, hogy még vékonyabb legyen a szemöldököm. Ő vigyáz arra, hogy mi szépek legyünk. Hölgyek, urak, hadd mutassam be nektek Magyarország egyik legnagyobb, de tényleg legnagyobb cukrászát, az biztos, hogy gyerekek, a Bea is tud beiglit. Mit mondtam, hogy az övé jobb volt? Hölgyeim és uraim, valamelyik nap Evelyn küldött nekem Weber képet, hogy apa, nem jössz fel, mester? Nézd, kirakott valamit a cukrászdába, kiraktatok valami finomságot. Hölgyeim és uraim, ez a két ember, ez valami őrület. De menjünk tovább, és utána Ignácion. Hölgyeim és uraim, akik látták, hogy beasszony 10 millió forintot nyert, és van egy gyönyörű konyhám, és ezt a konyhát, aki megálmodta, megtervezte, és elhozta nekünk, és a szívét, lelkét, és a kétkezi munkát beletette, az nem más, mint Krisztián. Hölgyeim és uraim, az egész bútort, ami otthon látható, és otthon vannak a szekrények, a konyhabútor, a Beának a 10 milliós logója, mi, amit kértük, ő beépítette, megcsinálta. Hölgyeim és uraim, tényleg az a baj, hogy ismerem az embereket, amikor valakinek póthaja van, meg valaki megfiatolodik, akkor nem baj. Hölgyeim és uraim, tényleg, ki az, akit még nem ismertem meg? Ez az örök. Imádom. Komolyan mondom, te olyan szép mennyasszony leszel, hogy amikor megkérdezi a pap, hogy tud valaki valamit? Én jelentkezni fogok. Igen. Ő egy őrült. Plébános úr. Ő egy őrült. Na jó, átadom a szót Ignáccal, utána folytatom. Van még a tarsolyban. Akkor mehet az a dolog, amit kértél? Lehet táncolni is, hölgyeim. Hadd megyem a bulini. Ez a Én
ez a lány, csattan a lány. A busz is elment már, mégis a táv, csak engem vár. A haját folyja a szél. Én is a Solanóta nagyon sok szeretettel. Valentina Bolfamából! Na! Szép asszonyom van nekem, hey! Neki adom, de mindenem, mert jó barackban együtt van velem. Aki fotózkodni szeretne, belállom a konyhapultra, meg tudod tenni. Legyek, hogy a fiúk legyen jó!
akkor szóljon a nyol, szóljon az Evelynnek, amíg már nagyon várom. Mehet! Tehát akkor kérdik, hogy az Evelynnek az a... A második babája pedig ott van benn. Egy nagy gratulációt kívánunk neki, és Isten áldását a babának. Fiú vagy lány lesz? Fiú, hogy fogják hívni? Lányi Kristófnak sok boldogságot kívánunk oda benn, és a következő dalt küldjük az édesanyjának. Asszonyasszony! Hey, come on, 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 come on,